Nádas György egész eddigi életét imádnivaló hedonistaként töltötte, ám elhatározta, hogy a 60. születésnapjára különleges dologgal ajándékozza meg magát, mégpedig az egészségével. A legjobb döntés volt, 10 hónap alatt 20 kilót fogyott, különleges gyógynövények segítségével. Tíz hónap alatt közel 20 kilót sikerült fogyni, de mennyire lehet ezt szenvedéstől mentesen megcsinálni, mennyi lemondással jár egy ilyen fogyás? Gyakorlatilag nem eszem sokkal kevesebbet, hanem inkább többször, de keveset. Amit én szedek, abban úgy tudom, hogy egy mediterrán és trópusi növényekből álló kivonat van, és valamint egy vadon termő bogyó. És ezek egyszerűen csökkentik az én étvágyamat. És tudok enni, de nem annyit. Ahogy látjátok, megeszem én a sonkás sajtos szendvicset is, de csak egyet. Régebben, egy évvel ezelőtt bőven befaltam volna mind a kettőt, mert imádom és nagyon jó ízű, de egyszerűen eltelítődöm. És ez egy nagyon jó érzés, hogy ez is elég. Ez, amit én használok, tartalmaz egy kolin nevű anyagot. Állítólag női tékvandósok is használják a testsúlyuk megőrzése érdekében. És nagyon gyorsan képesek voltak fogyni. Hát ezt most már én is tapasztalom. Van egy indiai növény, ennek a kivonatának köszönhetően sokkal kevesebb édességet kívánok. Sajnos esténként nagyon megkívántam az édességet, de a sós ételekre is ugyanez vonatkozik. Egyébként én úgy tudom, hogy ezt cukorgyilkosnak hívják. Milyen áldásos hatásait érzed annak, hogy egy ilyen tetemes súlytól sikerült megszabadulni? Hát az, hogy lépcsőt mászni már tudok, és ez egy fantasztikus dolog így 60 év fölött, valamint, hogy jobb a munkabírásom, tehát többet tudok görnyedni a majdnem írógépet mondtam, tehát a számítógép előtt, valamint, hát hogyha arra kerül sor, és unokám meglátogat, akkor többet tudok vele futkosni, remélem azért annyit nem fog.